Köszöntöm a Pannongazda nézőit. Mai műsorunkban szó lesz majd szántásról, mangalita tenyésztésről, dohánytermesztésről és méhészetről is. Tartsanak velünk! Az idei őszön későn érkezett a csapadék, nem volt megfelelő módja annak, hogy megfelelő forgatásos vagy egyéb más alapmunkát tudjanak a gazdák elvégezni, nem csak az őszi kultúrák alá, hanem esetlegesen a következő évi tavaszi főnövényünk, például a kukorica alá. A megkésett csapadék miatt nagyon sokan most, decemberben szántják a földeket. Vajdaság szerte eltérőek a talajmegmunkálási szokások, bár a legtöbb helyen még mindig a forgatásos talajművelést, az ekével történő szántást részesítik előnyben a termelők. A bogarasi Kalmár családban a hagyományos haszonnövények mellett ipari növényeket is termelnek, így nélkülözhetetlen a téli szántás elvégzése. Az őszi időjárás miatt késik a munka. A taposott földeken meglehetősen nehéz volt a szántás, sőt, a szár, amikor száraz volt, nem is tudtunk szántani. A repce vagy tallókat, azokat a repceföldeket és a tallókat pedig azokat jó volt szántani. Az első után elkezdtük időbe a szántást, mihát csak rá lehetett menni a földre, fölül még majdnem vagy nyers volt, alul pedig szárazat forgatott fel. Szükséges szántani a talajt? Mindenféleképpen fel kell az aprómagoknak különösen, mondjuk ilyen kapor vagy aprómagoknak mindenféleképpen muszáj ősszel felszántania vagy télen a földet, hogy apró morzsás, megfelelő állagú földet kapjunk majd tavaszra. A gazdasági gépparkja közelmúltban bővült egy váltva forgatósekével, ami jelentősen megkönnyíti a munkát. Kevesebb az üres járat, így gyorsabb a munka menete, és a szántás minőségesebb, ami fontos az ipari növényeknél. A minőséges szántás fontos, tehát egy előfeltétele annak, hogy ugye a jövő évet megalapozzuk, a jövő évi termőágyat megalapozzuk, és olyankor lehet jó minőséges szántást csinálni, amikor a földételek megvannak hozzá. Tehát megvan a kedvező nedvességtartalom, meg nincs megfagyva talaj. Látjuk, hogy itten különböző időszakokban, különböző periódusokban készítették az őszi szántást, és látjuk a különbségeket is. Igen, próbálkoztunk a szántással eső előtt, hát akkor az ekét szétszaggattuk, nagyon köröncsös volt, és ráhagytuk a szántást, úgyhogy megvártuk, most kaptunk 25 mm esőt, most már meglehetősen jó a szántás, bár most már jött ez a hideg, most meg már lassan kezd kifagyni ezeké a szántásból. Télen úgyis lesz fagy, majd meg fogja dolgozni a fagy a göröncset, úgyhogy nagy baj nincs vele. Egyelőre az a probléma ebben, hogy nehezebb szántani akkor, mikor tehát több energia kell hozzá, amikor száraz a talaj. Amennyiben kemény tél lesz, a fagy kellően apró morzsás talajt hagy maga után. De a gazdálkodók másik tábora azt vallja, hogy a szántással nem lehet elegendő nedvességet a földbe juttatni, és azt ott megőrizni. Szerintük inkább a talajlazítás hatásosabb. A megváltozott csapadékeloszlású időjárásban viszont ez is fontos tényező a jó és stabil hozamok eléréséhez. Egyre kevesebben foglalkoznak dohánytermesztéssel, egyrészt azért is, mert egy rendkívül munkaigényes növényről van szó, nagyon sok kézi munkát igényel a dohánynak a termesztése, másrészt talán pedig azért is, mert folyamatosan dohány ellenes kampányoknak lehetünk szemé és főtanúi, hogy pontosan mi az igazság és hogy megérje még dohányt termeszteni, az következő bejátszásunkból kiderül. Györe Géza már 30 éve foglalkozik dohánytermesztéssel. Keviben néhány évtizeddel ezelőtt körülbelül 30 család termesztette a növényt, mára ez a szám 4-re csökkent. A termelő elmondása szerint ez a szám a jövőben még ennél is kevesebb lesz. Hát az idei év az egy kicsit cifra volt, mert elpalántáltuk a dohányt, akkor egy pár hétre, hónapra jött egy nagy jég, és teljesen itt Kevi környékét ezt elverte.
és akkor volt palántánk, újra raktuk, és közepes jó termés, persze nem rekord az idén, de volt eső, és akkor lesz jó valamilyen közepes termés. És most a mennyisége vagy a minősége van inkább megelégedve? Hát a minőséget majd meglássuk, ha átveszik. A mennyiség az valamennyire termett, tehát avval. A tavalyi évhez képest több vagy kevesebb? Hát a jég miatt, tehát körülbelül a tavalyi terméssel betegszik az ide is. És milyen módszereket alkalmaznak, hogy jó minőségű dohánylevelek legyenek? Hát a szedést azt kell optimális időbe, tehát mikor kezd érni, akkor nem elérve, akkor szép a dohány, és a jó idő kell hozzá, meg egy pajta, hogy ne ázzon. Az időjárás más területeken sem kedvezett a dohánytermelésnek. Burány Árpád 20 éve foglalkozik dohánytermeléssel Bogarason, szerinte a jó minőségű dohány titka a betakarítás idejében rejlik. A dohánytermelés több hónapos állandó munkát igényel, ezért foglalkoznak vele olyan kevesen a faluban. A dohánytermesztés elsősorban is a földnek az előkészítésétől függ, tehát egy jó minőségű és tápanyagokban gazdag földet igényel, és utána, hát most utána megmunkálás, szép megmunkálást igényel, az is. Utána a palánta az szintén minőségi legyen, ami aránylag az idén jó volt. Utána megy a növénynek a megvédése, tehát a kártevőktől, stb. Sőt, a kártevők ellen már ilyen drótférgek, stb. Már beszoktuk munkálni a földbe, és utána répabarkók, stb. Ettől kell védeni. Majd utána ilyen, ilyen más dolgok, tehát ilyen gombaölőszerekkel, stb. Ilyenekkel kell védeni. Ekézni, kapálni, ami utána megy a ilyen többi kézi munkák, még nagyon oda kell a dohányba, szinte mindig benne kell lenni, az a legjobb a régi termelők szerint is, de ez úgy változott, ez most se változott, mert ez ugyanúgy szereti a dohány, ha mindig benne vannak, és akkor látják, hogy mi a probléma, mit kellene csinálni, mit nem, és akkor így ez megy. És mikor történik a dohánynak a felszedése, illetve betakarítása? A dohánynak a felszedése, betakarítása, ott, hát most aránylag ott úgymond időpont nincsen, az az érésétől függ, tehát a zajlevéllel kezdjük, és akkor az úgy jó volna betakarítani, amikor a levélszéle kezd egy picit sárgulni. Amarra még zöld a többi része, és akkor ott már lehet kezdeni a betakarítást. És mi számít jó minőségű dohánynak? Hát jó minőségű dohánynak, a jó minőségű dohányt úgy tudunk elérni, hogyha időbe takarítjuk, úgy, mint ahogy az előbb is említettem, szép csoki barnára szárad meg, ugye, hát ez nem mindig sikerül, mert ha nincs időbe szedve, akkor már a túl érik, úgymond, tehát a levélnek nagyobb része, ha már sárga, az már nem tud szép barnára szárani. Tehát inkább a zöld levél, az lehet ilyen csoki barnára, úgymond, és azt szeretik, az volna a jó minőség. November végén megkezdték a dohánylevelek felvásárlását. A termelők a tavalyihoz hasonló átvételi árban reménykednek. Egy átlagos dohányfűzérre körülbelül 30 kg dohánylevelet fűznek fel felszedéskor. A száradás idő végére ez a súly mindössze másfél kilogramm körül mozog, ami 3,5 eurós árat jelentene fűzérenként. Milyen évet zártak a vajdasági méhészek? Ez a kérdés, kedves nézőink, akkor, amikor azon gondolkodunk a piacon, hogy 500 dinár sok-e vajon 1 kg mézért? Szerintem nem. A méhészeknek nagyon nehéz évük volt, nagyon sok méhecske pusztult el, nagyon sok helyen hallhattunk kaptár elhagyásokról és tömeges méhpusztulásokról is. Oronparton jelenleg közel 44 tanya található, amelyek egyikében Báló Róbert méhész két konténerben összesen 100 méh családot nevel.
A konténerbe sikerült időben beteleltetni a méheket. A méhész állítja, az enyhe időjárás okozza a legnagyobb gondot jelenleg. Most az ősz egy kicsit elhúzódott, ami kevésbé volt jó, mivel a bent hagyott élelmet, amit bent, télre szántunk, azt eléggé elfogyasztották. Úgyhogy a közeljövőben egy cukorlepény tétele fog zajlani, amit meg fogunk tenni az elkövetkező talán 10 napba, hogy azért pótoljuk az élelmet, bár meglátásom szerint azért még van bent méz, megfelelő mennyiség, de biztos, ami biztos. Ami még elmaradt, az az oxálsavas kezelés, amit valószínűleg holnap után be fogunk fejezni, úgyhogy az év ezzel zárul is, úgyhogy most már a méz eladása történik nagyban is, kicsibe is, piacon is, úgyhogy a szebbik része következik. És hogy sikerült betelelni? Említette, hogy elhúzódtak az őszi hónapok, és ez nem tett jót annyira a méheknek. Igen, mivel a meleg úgymond nem jött be hideg, úgymondom, akkor a bojba nem húzódtak össze a méhek, és ezzel sokkal több élelmet fogyasztottak, mint amit mondtam is már. De viszont most már a hideg beálltával összehúzódtak, hát reméljük, hogy elég élelem maradt télire, és jó fog indulni a tavasz. Az elsősorban a méhészeknek probléma gazdasági szempontból, hogyha elhúzódik ilyenkor az ősz? Igen, tulajdonképpen az miatt, mert nem volt, lett volna szükséges a cukorlepény betétele, mert én úgy terveztem, hogy nem is fogok tenni be, de viszont az ősz, mivel nagyon melegre sikerült, egész szinte idáig húzódott, és nem olyan rég húzódtak össze, ez miatt a cukorlepény az be fog kerülni. Bata Tamás zentai méhészetében a méhek egy része még a konténer körül döngicsél a napon, holott december közepén a méheknek már bent kéne lenniük a konténerben. A zentai méhész elmondása szerint a beteleltetés a méhészet egyik legfontosabb momentuma, hiszen ennek sikerességétől függ majd a jövő évi mészhozam és a méhek egészségügyi állapota. Ami a legfontosabb, ugye az a zatkagyérítés, mert ugye a zatka a legfontosabb, vagyis hát legveszélyesebb a méhekre nézve per pillanat. És hát augusztus közepe táján kezdtem meg a zatka gyérítést varotom nevű lapkákkal, és utána csináltam egy kontrollfüstölést október tájékán, valamint az oxálsavas kezelése fejeztem be. És hát bízok hozzá, hogy át fognak telelni a családjaim. Az elmúlt években hogy sikerült megélniük ezt az időszakot? Hát volt ilyen is, volt olyan is. Mint ahogy két év nincs egyforma mezőgazdaságban, ugyanúgy a méhészetben sincs. Volt, amikor több veszteségem volt tavasszal, volt, amikor kevesebb veszteségem volt, de az utóbbi években sikerült olyan szintre hozni az atka gyérítést, hogy mindössze pár család pusztul el a tél folyamán. A méhészek elmondták, az lenne a legoptimálisabb, ha jelenleg 0 fok alatt maradna a hőmérséklet, hogy a méhek nagy része benn maradjon a fészekben, és így tartsák meg a hőmérsékletet a királynő körül. Január végére viszont az időjárás enyhülésére számítanak a méhészek, hiszen a fiasításhoz a fészekben 35-36 foknak kell lennie. Kovács József a zentai kaszárnyában lévő konténerben 52 méh családot nevel. A méhész aggodalmát fejezte ki annak kapcsán, hogy nem lesz elég a méheknek a télire szánt táplálék. A mészkészlet általában olyan 12-től 15 kilóig családonként szoktunk bent hagyni, de az időtől függ. Tavaly előtt mondjuk rá, akkor elég jó hidegek voltak, akkor elég volt a mészkészlet, viszont jó, elég jó teletek is a méhek. Tavaly már megint csak olyan ilyen idő volt, és gyöngébben teleltek a méhek. Mivel hogy a tavalyi év is január-február meleg volt, aztán rájött egy hideg, és kimaradt egy fiasítás. Már a tavasszal úgy indultunk, hogy kevesebb méh állománnyal, kiáró méhel indultunk, nem volt annyi hordás. Az idén meglássuk, nem tudjuk, hogy még hogy alakul, reméljük, hogy jó alakul, úgyhogy
Hogyha a zentaközség területén dolgozó méhészekről beszélünk, akkor mit tud elmondani? Van-e tudomással, hogy a többieknek hogy sikerült a beteleltetés? Hát remélem, mindenkinek jó, elég jól sikerült a beteleltetés, mindenki odafigyel az ilyesmire, az atkaírtással kapcsolatosan is, és a takarmánnyal is. Mert ha nem úgy csinálja meg az ember, akkor viszont megérzi tavasszal. Kovács József hozzátette, idén a márciusban beköszöntő fagyok miatt rossz méhozamú évet zártak a környékbeli méhészek, akik abban reménykednek, 2019-ben megfelelőbbek lesznek majd az időjárási körülmények. A következő bejátszásunkban mangalita tenyésztéssel foglalkozunk. Magyarországon igen nagy divatja, sőt mondhatni reneszánsza van a mangalita tenyésztésnek. Siker ágazattán nőtte ki magát az elmúlt 10 évben. Annak jártunk utána, hogy itt Vajdaságban milyen lehetőségek rejlenek ebben az ágazatban, és milyen támogatásokat kaphatnak a mangalita tenyésztő gazdák. Akkor, hogyha van fölösleg, akkor egyet, hogy kettőt esetleg eladok valakinek. A mangalica térségünkben őshonos magyar sertésfajta. Magyarországon a védett házi állatok egyike is nemzetközileg is elismert. Vajdaságban viszont jelenleg kevesen tenyésztik. A topolyai Siska Béla kizárólag családja számára tenyészt mangalicát, mintegy 7 éve. Van egy anyadisznó, és akkor annak a fiait ugye fölhízlaljuk, és akkor, hogyha van esetleg fölösleg, akkor adunk el valamelyik szomszédnak, vagy valamelyik ismerősünknek, a többit meg levagdossuk mink, úgyhogy elég nagy a család, ugye, és akkor elfogy. Mink nagyon szeressük abból részben, hogy elsősorban, hogy túlnyomó részt mink, ha csak egy mód van rá, mink zsírra főzünk, és akkor ennek a zsírja ugye sokkal jobb, mint az egyszerű disznóé, meg hát a szalonnát is, mink nálunk nagyon megy a szalonna, és akkor az is sokkal puhább, töpörtyű is úgy szintén, meg szeressük a húsa is, sokkal finomabb, ízletesebb, igaz zsírosabb, de szaftosabb tulajdonképpen, mikor még van sűve, teljesen másabb, és akkor minket erre ráálltunk, és akkor ezt tehát így csináljuk meg egy jó pár éve. Miben különbözik a tartása a mangalica fajtáknak, illetve az elterjedtebb fajtáknak? Hát a mangalicát mondjuk rá nem 6 hónapig kell etetni, hanem legalább duplájáig, mert az úgy a legjobb, hogyha egy mangalica egy évig legalább eszik, és akkor eléri azt a 160-170 kilót, akkor az igazi levágni, mert akkor van belőle mindene olyan, ami ennek kell lenni, mert mondjuk egy 100 kilós mangalica az vétek még levágni. És akkor azt, hogyha levág az ember, akkor ott van sonka is, meg kolbász is van valamennyi, meg hát hús is, amit félre bír tenni. Egyébként van-e piaca a mangalicának, tehát ön is ugye saját részre tenyészti, lenne lehetőség mondjuk ezt a nagyobban? Hát ez egyelőre erre mifelénk nincsen még elterjedve, még nem is nagyon lehet többi eladni, mint az egyszerű hízókat, ugye túlnyomó rész csak az az ára, vagy annyi lehet eladni, mint a rendes disznót, úgyhogy piaca nem nagyon van meg tulajdonképpen, hogyha az ember megszámolja, nem is nagyon éri meg. Annyi, hogy ennek mondjuk rá nem kell táp, abból részben olcsóbban ki lehetne állítani, de viszont ott bukik az ember azon rajta, hogy sokáig kell etetni. A bácsfeketehegyi Lódi család gazdaságában 6 éve tartanak mangalicákat. Mivel kereslet mutatkozott iránta, a mangalicából készült termékeiket főként környékbeli kiállításokon, vásárokon, gasztronómiai rendezvényeken, valamint háztól értékesítik. 5-10-et feldolgozunk évente, és akkor hát ebből kielégítjük a szükségleteket, ami a házban is van, meg egy kicsit házon kívül is, de hát itthonról adjuk el, hogyha valaki keres mangalica zsírt, mangalica szalonnát. Mi a legkelendőbb az előállított termékek között? Hát éppen a zsír meg a szalonna. Azt igen csak keresik, az nagyon jól elment az idén is. Sonka az még maradt,
abból még van 2-3, úgyhogy abból még van eladó, de a szalonnát úgy látszik, hogy jobban szeretik az emberek. Ez könnyebben emészhető, nem üli meg az ember gyomrát, jobb a telített és telítetlen zsírsavak aránya benne, és hát van, akik az íz miatt is ugye hát igen csak kedvelik. Egyébként a termékek ára között milyen különbség van az általános hagyományos sertésekhez képest? Hát a zsír az úgy szóban dupla áron megyen, a szalonna az meg majdnem dupla áron, úgyhogy jóval drágább, ugye, de úgy meg húsa meg olyan kevés van, például múlt héten levágtunk egy 250 kilósat, annak csak 27 kila tiszta húsa lett, ami mehetett kolbászba vagy szalámiba, a többi az úgy szóban szalonna meg zsír. A mangalica tartása hosszabb hízlalási folyamat miatt is költségesebb, valamint míg a többi sertésfajta 10-nél is többet fial, addig a mangalica átlagban csupán 4-5 malacot ellik. Bár a mangalicából készült termékeket keresik, a nagyobb állomány tartására lódék sem vállalkoznának. Kellendő, de nem mondhatni, hogy valami jövedelem is lenne rajta. Úgy el van adva árába, azt lehet mondani, ugye. De nagyba csinálni meg azt hiszem, hogy nem volna érdemes, vagy legalábbis így falusi körülmények között nem, ez akkor kint a tanyán kellene, ott, hogy bekerített udvaron csatangolhassanak, durhat, mosthat, fürödhetnek, stb. Ott jobban éreznék magukat, lehet, hogy bár ott se nőne meg hamarabb, mert attól függ, hogy mit eszik, ugye, mit kap enni, de akkor is az egy év kell neki, és hát csak bizonyos törődés van vele, ugye. Úgyhogy én nem mernék belefogni egy nagyobb méretű tenyésztésbe, mert nem hiszem, hogy pozitív lenne. Szerbiában nincs megoldva a mangalicák törzskönyvezése, mivel nincs megfelelő genetikai állomány, a külföldről való behozatal pedig nem megoldható. Így csupán a mangalicák 0,5%-a van törzskönyvezve. Ebből a problémából adódóan a gazdák nem tudják igényelni a sertések utáni állami támogatást, amely 10 000 dinár lenne ugyanúgy, mint a többi fajta esetében. Köszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket, ez volt az év utolsó Pannon gazdája, majd január végén találkozunk ismét. Minden kedves nézőnknek boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok. A viszontlátásra!